globális felmelegedés több tényezőn keresztül hat Földünkre, hatását kifejti tavainkra is. Egyes tanulmányok szerint az utóbbi évtizedekben jelentősen emelkedett a vízhőmérséklet, de az oldott oxigén csökkenését is kimutatták. A levegőt felmelegíti a napsugarainak az energiája, az felmelegíti a vizet magát is. A maga a víz melegedése pedig a víz-oxigén háztartására van elsőlegesen hatással. Ugye fizikából tudjuk, mindenki tanulta általános iskolai tananyag, minél melegebb a víz, annál kevesebb oxigén tud benne feloldódni. Tehát egy melegebb vízben hamarabb alakulnak ki oxigén hiányos állapotok. Azoknak az élőlényeknek is szüksége van oxigénre, amelyek a vízben élnek. Azonban a melegebb víz kevesebb oxigén tud csak tárolni, amely veszélyes lehet a tó élővilágára. De vajon hogyan is kerül oldott oxigén a vízbe? Zömmel az oxigén nagy részét a növények termelik a vízben. Na most ezek a növények nem csak termelnek oxigént, hanem fogyasztanak is. Ugye a fotoszintézisnek van a fényperiódusa, amikor oxigént termelnek, és van a sötét periódusa, ami sötétben zajlik, akkor ők ugyanúgy oxigént fogyasztanak. A fogyasztás és a termelés mértéke nem ugyanakkora, általában többet termelnek, illetve különböző növények különböző arányban termelnek, illetve fogyasztanak. Összességében általában egy oxigén többlet alakul ki egy normális, természetes, jó állapotú víztestben. Nem alakulnak ki olyan oxigénszegény viszonyok, ami problémát okozna. Az oxigén hiányos állapot átrendezheti a tó faunáját. Ha oxigén hiányos állapot alakul ki, vagy csökken az oxigén szint, akkor nyilván egyre sorban jönnek, tűnnek el, vagy elvándorolnak, vagy ha nem tudnak elvándorolni, akkor megfulladnak azok az élőlények, amelyek először azok, amelyek nagyon érzékenyek az oxigén szint változásra, és a legvégén pedig azok, akik alapvetően nagyon kevés oxigén is kibírják. Ők azok, akik utoljára eltűnnek a vizekből. Ha az élővilág teljesen eltűnne a tavakból, akkor nem egy átlátszó, egészséges víztestet fogunk találni, hiszen a víz elposványosodik élővilága nélkül. Ez pedig már a szárazföldi életet is veszélyeztetheti, hiszen az is vízhez kötődik. Nem csak véletlenül fordul elő egy élőlény egy adott élőhelyen, megvan a maga szerepe, a maga funkciója. Bárhol belenyúlok a rendszerbe, akkor ez a egyensúlyi állapot, ez fel tud borulni. Ha túl sok ragadozót teszek a rendszerbe például, akkor ő nagyon hamar kizabálja mondjuk a növényevő élőlényeket, akkor elszaporodnak a növények. Évről évre felvetődik a balatoni nádasoknak a kérdése is, amely a rendszernek ugyanolyan része. Ők azok, akik egyrészt szintén szűrik nem csak a vizet, rengeteg tápanyagot kötnek meg a vízből, ami mondjuk ha nem lenne, nem tudnák megkötni, akkor mondjuk az algák szaporodnának fel benne, védik a partot a hullámzástól, illetve a part oldalról pedig szűrik a partból bemosódó tápanyagoktól a vizet. Van egy kritikus mennyisége, van egy kritikus tömege a tó felületéhez, hogy mekkora felületű ilyen szűrő zónára van szükség egy Balatonnak. A Kis-Balaton is hozzájárul a Balaton védelmi rendszeréhez, mint szűrő zóna. Olyan ökoszisztéma szolgáltatást biztosít számunkra, emberek számára, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy például ez a Balaton olyan jó minőségű legyen, mint amilyen most is, és használható legyen. Nemrégiben bejárta azonban a sajtót a hír, amely szerint 2050-re teljesen kiszáradhat legnagyobb tavunk. Biztosat senki sem tud, hiszen a klímaváltozás modelljeit több tényező is befolyásolja. Nagyon jól ismerjük már azt például, hogy mik azok a legfontosabb környezeti feltételek, amelyek leginkább meghatározzák mondjuk egy ilyen víztestnek az állapotát, az ökológiai állapotát. Tudjuk azt, hogy egyenként hogyan hatnak az ökológiai állapotra. De ugye ezek az egyes tényezők egymással is kapcsolatban vannak, tehát egyik a másikat például hatását kioldhatja, de olyan is van, amelyik egyik a másiknak a hatását felerősíti, és van olyan is, ahol nincsenek egymással hatással. Ezeket a kapcsolatrendszereket, ezeket még kevésbé ismerjük. A Balatonon rendszeres klimatikus mérésekkel monitorozzák a tavat több tíz éve, amely adatok segítségével le lehet vonni bizonyos következtetéseket. Ezek alapján kialakulhatnak tartós, csapadék hiányos állapotok. Annak tényleg nagy esélye van, hogy csökken a vízszint, hogy nehéz lesz biztosítani a vízszintet a Balatonba. Az, hogy teljesen ki fog száradni 2050-re, szerintem egy kutató sincs, aki 100%-ig biztonsággal ezt mondjuk azt mondaná, hogy ez tényleg be fog következni.